Szombathelyen is megemlékezést tartottak a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Nem merülhetnek feledésbe a kommunizmus bűnei, mondták a felszólalók. Jubilál a sportiskola. 1999-ben kezdődött Szombathelyen iskolai keretek között a szervezett utánpótlás képzés. Díjazták a tavalyi év legjobb sportolóit, edzőit. Zárt csapadékvíz elvezetési rendszert építenek ki a Május 1 utcában és környékén. 100 millió forintba kerül a beruházás. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Maroskis Adrien. Jó estét kívánok! Február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Szombathelyen is tartottak megemlékezést kedden este. A nagyszállónál Gereben Ágnes mondott beszédet, aki utalt rá, az emléknap egyik fő célja, hogy a fiatalok megértsék, milyen terrorban éltek szüleik, nagyszüleik. A megemlékezés résztvevői megkoszorúzták a Király utcai egykori ávós székháznál elhelyezett emléktáblát is. Sokan gyűltek össze a nagyszálló előtti téren, civil szervezetek rendezik minden évben a kommunizmus áldozatainak emléknapját. Kukor Ferenc történelem tanár elmondta, 1947. február 25-én tartóztatták le és hurcolták el Kovács Bélát, a Kisgazdapárt főtitkárát. A megemlékezés célja, hogy ne merüljenek feledésbe a kommunizmus bűnei. Gereben Ágnes történész beszédében felidézte a szovjet diktatúra kezdeteit, az első koncentrációs táborok felállítását, az egyház elleni törvényeket, a kirakat pereket. 1918. szeptemberében született meg a Vörös Terrorról szóló törvény Oroszországban, ami lehetővé tette a hatalom számára, hogy bárkit letartóztathatnak, meggyilkolhatnak. Mindezt később kiterjesztették a meghódított országokra, így Magyarországra is. Mindenről keveset tudunk. Nem csak a megöltek, nem csak a börtönbe zártak, nem csak a Mánki robotra elhurcoltak az áldozatai ennek a magát kommunistának mondó rendszernek, hanem azok is, akiknek az élete nem teljesedhetett ki, akik nem tanulhattak, mert nem voltak a rendszernek tetsző rétegek fiai és lányai, akik a munkájukon nem juthattak előre, mert nem voltak párttagok. A résztvevők egy perces néma főhajtással tisztelegtek az áldozatok emléke előtt, majd közösen imádkoztak. Ezután átvonultak a Király utca 14-es számú házhoz, amelynek pincéjében volt éveken át az Államvédelmi Hatóság börtöne. A civil szervezetek képviselőinek koszorúzása után többen gyertyát gyújtottak az itt megkínzottak emlékére. 15 éves a Szombathelyi Sportiskola. A jubileumot nagyszabású gálával ünnepelték, díjazták a tavalyi év legjobb sportolóit, edzőit, és kiállítás is nyílt. 1996-ban indult el az önkormányzat által támogatott sportiskolai program, amiből három év múlva, 1999. július 1-én megalakult a sportiskola 5 szakosztállyal, 150 sportolóval. A cél, hogy segítsék a versenysport, az élsport, az utánpótlás és diáksport hosszú távú képzését, versenyeztetését, eredményességét. A fejlődésünk úgy néz ki, hogy továbbra is töretlen. A tavalyi évben 15 arany, 20 ezüst és 22 bronz érmet szereztünk a különböző országos bajnokságokon. 19 korosztályos válogatottal büszkélkedhetünk. Ma 11 szakosztályt működtet a Szombathelyi Sportiskola, melyekben közel 500 fiatal sportol. Az elmúlt időszakban kétszer, 2010-ben és 2012-ben is elnyerte az ország legjobb sportiskolája címet. A jubileumi ünnepségen Puskás Tivadar polgármester utalt rá. A sport a világ egyik legfontosabb tevékenysége. A sport megtanít bennünket arra, hogy soha nincs eredmény munka nélkül. A sport megtanít arra bennünket, hogy egészségesnek kell lennünk. A sport megtanít arra, hogy versenyezzünk, és úgy versenyezzünk, hogy ezt sportszerűen tesszük. A jubileumi ünnepségen jutalmazták a 2013-as év legjobb sportolóit, edzőit. Kiállítás is nyílt, amely bemutatja a különböző szakosztályokat.
Kis Miklós üvegtervező iparművésznek nyílt kiállítása Vörös Sándor Színházban. Az egészséges táplálkozásról tartottak előadást a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola diákjainak. A tavaszi időszakban gondoskodni kell a kutyák, macskák ivartalanításáról. Rövid híreink következnek. Minden titok benne van, vallja művészi önkifejezésének nyersanyagáról Kis Miklós üvegtervező iparművész. Az erdélyi Nyárád Gálánfalván született alkotó művészeti gimnáziumban tanulta a kerámia készítést, majd elsőként végzett üvegszakosként a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetemen. Családjával 1986-ban települt át Magyarországra. Mint a művész fogalmaz, 40 évesen kezdte újra az életét. Dolgozott az Ajkai üveggyár dizájnereként, jelenleg Magyarpolányban él és alkot. Szívvel, színnel, teremtő fantáziával megálmodott műveit a Vörös Sándor Színház előterében nyílt kiállításon csodálhatják meg a látogatók március 7-éig. Az egészséges táplálkozásról tartottak kóstolóval egybekötött előadást az egyik szombathelyi étterem tulajdonosai a Szombathelyi Műszaki Szakképzőiskola diákjainak. A vendéglő vezetője korábban ebben az intézményben végzett csőszerelőként, ma a nyers, valamint vegán, friss zöldségekből, gyümölcsökből, magvakból és csírákból álló ételeket népszerűsíti. Napjainkban szinte nincs olyan család, amelynek legalább egy tagja ne küzdene valamilyen civilizációs betegséggel, például magas vérnyomással, diabétesszel, szív- és érrendszeri betegséggel vagy allergiával. Ezért egyre fontosabb már fiatal korban is az egészséges táplálkozás. A diákok meg is kóstolhatták az újszerű ételeket. Az iskolai védőnők vércukorméréssel csatlakoztak a programhoz. Egyre nagyobb terhet ró az állatvédő szervezetekre Szombathelyen is a gazdátlanná vált kisállatok tartása. Közeleg a tavaszi párzási időszak. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy nem csak a nem várt szaporulat, hanem egészségügyi problémák elkerülése érdekében is érdemes elvégeztetni a kutyákon és a macskákon az ivartalanítást. Kivezetné az érintetteket a devizahitelek csapdájából a Jobbik. A párt képviselőjelöltje Rába Kálmán azt mondta, egyedül a Jobbiknak van alternatívája a probléma megoldására. Megmenteni a devizahiteleseket a Jobbik. A párt szerdai sajtótájékoztatóján Rába Kálmán képviselőjelölt hangsúlyozta, a Jobbik forintra váltaná a devizahiteleket, mégpedig a hitelfelvétel idején jegyzett árfolyamon. A képviselőjelölt szerint a Fidesz és az MSZP nem tudott, és a jövőben sem fog megoldást kínálni a devizában eladósodott embereknek, csak időt húznak. A tájékoztatón Tatár József, az Otthonvédelmi Tanács szóvivője arról beszélt, hogy 850 ezer a deviza hiteles Magyarországon, közvetve pedig 3 millió embert érint a devizahitelek problémája. Vitázna Fidesz a baloldal és a Jobbik képviselőjelöltjeivel az LMP-s Horváth Zoltán. Azt mondta, a Vas megye egyes számú választókerületében nyilvántartásba vett képviselőjelölteknek ki kell állni a szombathelyiek elé és beszámolni a terveikről. Nyilvántartásba vette a szombathelyi választási iroda az NMP országgyűlési képviselőjelöltjét, jelentette be Horváth Zoltán. A képviselőjelölt azt mondta, az aláírás gyűjtés alkalmával azt tapasztalta, hogy van igény a harmadik utas politikára, amit az NMP képvisel. Szerinte meglepetést fog okozni a párt az áprilisi választáson. Horváth Zoltán nyilvános vitára hívta Hende Csabát, a Fidesz jelöltjét, Nemény Andrást, a baloldali összefogás jelöltjét, és a Balassa Pétert, a Jobbik képviselőjelöltjét. Az NMP-s politikus szerint a szombathelyek előtt nyilvánosan kell érvelniük pártjaik programja mellett. Csütörtökön délelőtt 9 órakor kezdődik Szombathely önkormányzatának februári közgyűlése. Ezúttal 44 napirendi pontot kell megtárgyalniuk a képviselőknek, ebből 39-et a nyílt ülésen vitatnak meg a városatyák. Az érdeklődők a közgyűlést a Szombathelyi Televízió honlapján kísérhetik figyelemmel. A legnagyobb érdeklődést minden bizonnyal a város 2014-es költségvetési tervezetének megvitatása övezi majd. Mivel a kormány átvállalja Szombathely teljes adósságállományát, így ez már nem fogja terhelni az ezévi büdzsét.
A tervezet fejlesztési elképzelések finanszírozásához szükséges önkormányzati forrás biztosításához jelentős összegű helyi és vagyongazdálkodási bevétellel számol a költségvetési előirányzat. Közel 16 milliárd forint bevételre számít az önkormányzat 2014-ben. Ennek fedeznie kell a kiadásokat, így nem lehet hiány az év végén sem. Több pénzt kap majd a szociális és az egészségügyi ágazat is a tavalyihoz képest. A költségvetésben rendelkezésre álló tartalékot kizárólag a város fejlődéséhez feltétlenül szükséges fejlesztésekhez, a forrásul szolgáló bevételek realizálásával összhangban lehet felhasználni, szögezi le a benyújtott tervezet. A közelgő országgyűlési választások indokolják, hogy önkormányzati rendelet is szabályozza a választási plakátok kihelyezését. Erről is dönteniük kell a képviselőknek a csütörtöki ülésen. Zárt ülés témája lesz a régóta húzódó Kőszegi utcai parkolólemez ügye, a kártérítésről és a birtokbavétel feltételeiről születik majd határozat. Május végére befejeződik a Május 1 utca és környékén a zárt csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése. Mintegy 100 millió forintba kerül az önkormányzati beruházás. Az Élmunkás utca egyik végén még látható, milyen volt a csapadékvíz elvezetés a korábbi években. Az árkokban esőzéskor megállt a víz, ha sok esett, az útra is, a járdára is kifolyt. A lakók erről rendszeresen panaszkodtak. Az utca másik végén már dolgoznak a szakemberek az új rendszer kiépítésén. A rendezési tárnak megfelelően zárt csapadék csatorna kialakítása történik, felszíni folyókarendszerrel és víznyelők építésével, valamint az érintett patkák, zöld területek helyreállítása. Saját forrásból hajtja végre az önkormányzat a beruházást, 100 millió forintba kerül a zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. Verseny utcában egy mintajárda projekt fog elkészülni, tehát nem aszfaltos járda burkolatot fogunk készíteni, nem térburkolatosat. Én szeretném, hogyha jövőben ezek válnának általánossá a városba. Nyilván ezek drágábbak egyébként, mint egy korábban készítendő, vagy egy korábbiakban szokott aszfaltos járda, viszont hosszú távon szerintem olcsóbb, hiszen ez 25-30-40 évre is képes biztosítani a normál körülményeket a közlekedőknek, hiszen bármilyen felbontás után ugyanolyan minőségben állítható helyre. A városnak még vannak olyan területei, ahol megoldatlan a csapadékvízelvezetés. A következő rész az Kámonnak a másik fele, Kámon Szent Imre Herceg utcai része. Itt is egy olyan 50-60 millió forintnyi beruházás lesz. Ez most közbeszerzés alatt van. A tervek szerint az Élmunkás utcában is környékén május végére befejeződnek a munkálatok. Három olimpiai és 6 világbajnok indul a 11. alkalommal megrendezésre kerülő kötött fogású magyar birkózó nagydíjon. A viadal programjába beiktattak egy kísérő versenyt is, amelyen szőnyegre lép majd Hatos Gábor és ifjabb Veréb István is. Szombaton és vasárnap ismét a birkózók veszik birtokba az Aréna Szaváriát, ugyanis immár 11. alkalommal rendezik meg Szombathelyen a Sportág magyar nagydíját. A viadalra 26 ország, közel 150 versenyzője adta le a nevezését. A verseny töltse be azt a szerepét, amit minden versenytől elvárunk. Egyszer a fair play szabályai szerinti kitűnő verseny legyen. Kettő, a résztvevők, a versenyzők a tudásuk legjobbát tudják nyújtani. Mi, akik nézői vagyunk, mi jól szórakozunk. A kötött fogású versenyen a sérüléssel bajlódó Kis Balázs kivételével a fogásnem komplett magyar válogatottja szőnyegre lép. A szakemberek határozottan jó szereplést várnak a hazai versenyzőktől. Nekünk itthon nem lehet más a célunk, mint a csapatot megnyerni, bár a több mint 26 országot felvonultató magyar nagydíj itt Szombathelyen, hát elég komoly veszőjárást fog eredményezni a csapatnak. Én úgy gondolom, hogy ebben a nagyon erős mezőnyben dobogós helyezéssel én magam részéről meg lennék elégedve. A szombaton kezdődő magyar nagydíjon a hagyományoknak megfelelően ezúttal is rendeznek szabadfogású kísérőversenyt, melyen a haladásvérse 4 birkózója szerepel majd, köztük a tavalyi évben Európa-bajnoki ezüstérmes Hatos Gábor és a budapesti világbajnokságon bronzérmes ifjabb Veréb István.
A Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!